ugye azt mondják, hogy együnk mindenfélét, ugye zsírokat, fehérjéket és cukrokat is, szénhidrátokat is, de itt arról van szó, hogy a fehérjék elnevezés az egy nagy kalap szar. Mert ugye mindenre rámondják azt, hogy fehérje, ami ugye vízbe fehér, és nem tudom, de hogyha azt veszük, rengeteg ásványi só is például, hogy ne fehér kristályokat ad, tehát arra is rámondhatnánk, ugye, hogy fehérje, mert fehér, vagy fehér só, vagy só, és rá is mondjuk, hogy só, de igazából az nem azt jelenti, hogy olyanok, mint a konyha só, hanem csak sónak nevezük, baromság, tehát el kell felejteni. Anyagokról van szó, vegyületekről van szó, kémiai anyagokról, molekulákról, és így tovább, teljesen különböző anyagok. És azt akarom mondani, hogy táplálkozás szempontjából ez nagyon fontos, mert aki ugye izmot akar csinálni, az nyilván most nagyot mondok, hát az izomfehérjét kell fogyasszon. Tehát nyilván húst, aki mondjuk ehelyett tojást, tejet és bármi egyebet fogyaszt, ami szintén ugye azt mondják, hogy fehérje, akkor abból nem lesz izom. Tehát az izom az csak izomfehérjék, vagy ahhoz hasonló anyagokból lesz a szervezetben, nem fog nyilván átkonvertálni totálisan más anyagokat a szervezet, csak azért, mert mi fehérjének nevezzük őket, ennek semmi köze az izom struktúrában lévő fehérjékhez, anyagokhoz, molekulákhoz. Tehát a lényeg az, hogy izmot mindenfélét és mindenféle fajta izmot kell enni, ahhoz, hogy mindenféle fajta izom ki tudjon alakulni. Talán ez is egy fontos dolog. Tehát, hogyha lábizmot akarok csinálni, akkor lábizmot kell legyek, hogyha karizmot, akkor első lábizmot, ha hátizmot, akkor mit tudom, karajt, és így tovább, ha jól mondtam, hogy az a hátizom. Tehát ez nagyon fontos, és az embereknek a táplálkozásában az a tévhit van, hogy nem, mert eszik elég fehérjét, mert eszik tojást, eszik tejet, eszik túrót például, baromság, az is ugyanolyan, tehát majdnem ugyanolyan tejfehérje, abból se lesz izom a büdös életben. Oké, tehát ez a lényeg, hogyha valaki gyarapodni akar testileg, az húst kell egyen. Nagyot mondtam? Fú, nagyot, hát fantasztikus, feltaláltam a spanyolul, hogy ezt mondhatnánk, de az igazság az, hogy tényleg a köztudatban egy téveszme van. És ez rengeteg téveszmét kéne eloszlatni már, és helyre tenni az embereket, mert nagyon sok ilyen baromság van, ami miatt az emberek azt gondolják, hogy az a menő és az a jó, és tulajdonképpen egy élet múlva jönnek rá, hogy nem. Mert nagyon egyszerű alapvető dolgokról azt gondolják, hogy úgy van, és közben pedig nem úgy van. Csak ők nem fogadják, nem hiszik el, hogy nem úgy van. Mert annyira egyszerű alapvető dolog, hogy rálegyintenek. És vigyázz, mert amire rálegyint, az visszacsap. Tehát a lényeg az, hogy húst kell enni az izom létrehozásához. Hús, fehérjéket. Húst. Fehérre szót nem is használom többet. Húst kell enni. És megfelelő fajta húsokat, tehát egy, hogy megfelelő állathúsát, ez meg nagyon fontos, tehát többféle állathúsát, hogy meglegyen minden a változatosság, mert minden az is más-más anyagokat tartalmaz, amiben szüksége van a szervezetnek, hiszen ugye az ember a legfejlettebb lény révén az összes, szinte az összes többi állatnak az állományát, a génállományát, a testi állományát, az adottságait, a kunstjait magába hordozza, a kunst megoldásait magába hordozza, tehát nyilván szüksége van többféle állatnak a húsára, és a lényeg az, hogy amilyen izmot szeretne fejleszteni, azt az állatnak azt a hús részét érdemes fogyasztani szerintem. De mindenképp húst kell enni, ez a lényeg. Tehát hús nélkül nem lehet, és valószínűleg azt akartam mondani, hogy valószínűleg az energiatermelésben, amikor fehérjéket bont a szervezet, akkor is húsfehérjéket bont, szerintem. Tehát nem hiszem, hogy tejfehérjéket bontana, vagy tojásfehérjét bontana, vagy bármi ilyesmit, hanem én szerintem, vagy esetleg karfiolfehérjét, vagy káposztafehérjét, hanem én szerintem húsfehérjét bont, vagy ahhoz hasonló, tehát izmot bont, vagy izomfehérjét hasonló anyagot bont a szervezet, ezt meg kell néznem. Hát abból lesz csak glukóz, tehát akinek mondjuk a glukóz fogyasztással van baj, a glukóz terhelése nagyon gyatra, terhelhetősége, de nem az, amit a hivatalos, hanem az, hogy egyszerűen mondjuk eszik cukrot, és akkor attól ugye elmegy az ereje. Az, mint ugye én, tehát annak valószínűleg ugye húsfehérje van kevés, mert hiába próbálná a szervezet pótolni a cukorhiányt azzal, hogy fehérjéket cukorra alakít a kortikoszteroidokkal, a gluconeogenézist használva, mert nincs mit átalakítson. És ezért a fáradtságos, ez abból lehet tudni, hogy a fáradtság után, nagy fáradtság után nagyon savas lesz a vizelet, mert akkor húgysav keletkezik, tehát fehérje bomlás történt, ami jó, vagy nagy fáradtság után lúgos lesz a vizelet, amikor nem történt fehérje bontás, és mégis elfáradtunk, mert a cukor is elfogyott, a fehérje is elfogyott, és teljesen ki van mögül az egész szervezet. Tehát itt nagyon sok minden elhangzott egyszer, ami fontos.